Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket! Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják Észak-Komáromból. Vendégem a Felvidéki Mária Rádió Miriam önkéntese, Bajcsi Ildikó, akit ismerhetünk több műsorból is a Mária Rádióban. Azonban azt talán nem mindenki tudja, hogy Ildikó nagyon szereti a történelmet, ebből doktorált, és valójában tényleg otthon érzi magát ezekben a dolgokban, de gondolom ez kiderül majd a beszélgetésből is. Először is, kedves Ildikó, szeretnélek megkérni, hogy beszélj a Mária Rádió családnak a szakmai hátteredről, illetve mivel foglalkozol, mi a te munkád, mi a te civil foglalkozásod? Hát először is nagyon nagy szeretettel üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Valóban a rádiónak az önkéntese vagyok, már 2011 óta, hogyha jól emlékszem. Még te, Lóránt atya, megszólítottál annak idején egy szentmisét követően, hogy lenne kedvem híreket felolvasni. Majd ezt követően, miután megalakult itt Komáromban a stúdió, a napindító műsor vezetője lettem. Veled együtt vezetjük a napindító csütörtöki adásait. Ezen kívül pedig 2006-2007 óta történelem magyar szakos hallgató voltam itt a Sejj János Egyetemen, majd egyetemi tanulmányaimat követően 2012-ben váltam az Egri Eszterházy Károly, jelenleg ugye már egyetem történelem doktori, 20. századi magyar történelem doktori programján hallgatóvá, és tavaly sikerült megszereznem történelemtudományból a doktori fokozatomat, jelenleg pedig a Clio Intézet, Budapesti Történetkutató Intézet munkatársaként dolgozom, mint történészkutató. Itt a Felvidéken a diákok, főiskolások, egyetemisták úgy is ismernek nagyon sokan, mint tudományszervező, vagy különböző kutatásokat is végzel. Erről kérek, mesélj nekünk egy kicsit. Igen, nagyon sokoldalú tevékenységet végzek valóban. Nem csak kutató vagyok, hanem a szívemhez mindig közel állt a közösségszervezés. Számomra nem csak az a fontos felvidéki magyarként, hogy kutassam a csehszlovákiai, szlovákiai magyarságnak a történetét, hanem hogy szervezzem a jelenleg itt élő magyarságnak a közösségeit. És ezen belül 2011 óta már szintén aktívan bekapcsolódtam a kutatásszervezői, tudományszervezői munkákba itt a Felvidéken. Ugye korábban a Hökön belül töltöttem be aktív szerepet még az egyetemi évek alatt. Először mint a tanárképzőkar kulturális alelnöke. Ezen belül akár a felvidéki tudományos diákköri konferenciák társszervezőjeként, vagy pedig tanárdiák estek szervezőjeként és egyéb kulturális események szervezőjeként léptem fel itt az egyetemi életben. Majd ezt követően megismerkedtem egy számomra fontos személlyel, egykori témavezetőmmel, Szarka Lászlóval, aki aztán tovább segített nekem abban, hogy ne csak tudományos szakember legyek olyan szinten, hogy elméleti szinten, vagy pedig ugye ne csak kutató legyek, hanem ő is arra buzdított, és az ő példája által is azt láttam, hogy nagyon fontos az is, hogy a felvidéki tudományt szervezzük tovább. További kapcsolatokat kiépítve, főleg Budapest környéki kapcsolatokra gondolok, anyaországi kapcsolatokra, létrejött a TÉKA nevű szervezet 2011-ben, megismerkedtem az egykori vezetőjével a TÉKÁ-nak, ami egyébként a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális szerveződése.
Morvai Tünde volt az alapítója 2011-ben ennek a civil szervezetnek. Ő egyébként ma már a Magyar Tudományos Akadémia határon túli titkárságának a vezetője, és ő volt az, aki egykoron segített, illetve arra buzdított, hogy én is részévé váljak a szlovákiai magyar fiatal értelmiség megszervezésével. Téged úgy is ismerünk, hogy viszonylag gyakran előadásokat szervezel, hívsz előadókat, történészeket, akár az anyországból, akár felvidéki ismerőseidet. Többször mi is részt vettünk ezeken az előadásokon. Ezeknek mi a témája, illetve miért szervezed ezeket? Milyen okból? Ugye már többször is említettem korábban, hogy számomra nagyon fontos az, hogy a felvidéki szlovákiai magyarság tudományos szinten valamennyire kapcsolatot tudjon tartani akár az anyaországi magyarsággal, akár a többi határon túli régió magyarságával. Ezek a tudományszervezői tevékenységek, amelyeket én ellátok akár a TK-n belül, amelynek 2015 óta az elnöke, vezetője vagyok, illetve a 2018-ban létrejött Impózus nevű szintén tudományszervezéssel foglalkozó szervezetünknek az a célja, hogy ezeket a kapcsolatokat felépítsük, tehát egyfajta aktív tudományos kapcsolatokat építsünk ki a Magyarország és a többi határon túli régió értelmiségével és a felvidéki magyarság értelmiségével. Kiemelten beszélnék itt most az ifjúságról, illetve a határon túli, a külhoni magyarság ifjúságáról és az értelmiségnek a kineveléséről, amelyet tudjuk nagyon jól, hogy mivel számunkra, mint ugye Magyarországon kívül szocializálódó értelmiség számára mindig nehezebb a megszerveződés, mivel mi intézményi keretek nélkül, hiány vagy hiányában vagyunk kénytelenek megszervezni saját közösségeinket. Ezek a civil szervezetek, a civil szféra itt határon túl ezt a hiányt kívánják pótolni, betölteni, ha úgy tetszik, és azok az előadások, vagy azok a rendezvények, azok a projektek, amelyekkel én, illetve az általam vezetett civil szervezetek, a TÉKA vagy az Impózus foglalkoznak, mind azt szolgálják, hogy a szlovákiai magyarságot be tudjuk kapcsolni azokba a tudományos projektekbe, amelynek segítségével tudja tartani a versenyt, akár az anyaországi szinten, vagy akár nemzetközi szinten, Kárpát-medence, ide akár európai szinten is. Említetted a TK-t és az Impulzust, és mindkettőnek ugye a vezetője, szervezője vagy. Milyen kapcsolatban áll az a két szervezet egymással, illetve mi a különbség a kettő között? Ugye a TÉKA, mint említettem, már sokkal korábban létrejött 2011-ben, és ez egy doktorandusz szervezet. A doktorandusz szervezet az azt jelenti, hogy elsősorban a mi feladatunk a TÉKÁ-n belül az, hogy az egyetemistákat a határon túli, tehát esetünkben ugye a szlovákiai magyar egyetemről kikerülő fiatalokat mindig arra buzdítsuk, hogy aki érez arra a hivatást, az a tudományos életben továbbra is érvényesülni tudjon, és a doktori tanulmányaiba is próbáljuk őket motiválni, segíteni a kutatásokba és a tudományos akár elismertségükbe, érvényesülésekbe. Az Impulzus egy nem kifejezetten doktorandusz szervezet, tehát nem csak fiatalokkal foglalkozik, nem csak a doktori szférában tanuló hallgatókat kívánja megszólítani, vagy az egyetemistákat, illetve nem csak a szlovákiai magyarság szintjén, hanem olyan elképzeléseink vannak, hogy Kárpát-medencei szinten kívánjuk megszólítani az értelmiséget, és nem csak az ifjúság felé kommunikáljuk a projektjeinket, hanem egy tágabb kutatói szférában, de valóban a kapcsolat a TÉKA és az Impulzus között nagyon szoros, mivel jelenleg ugye a vezetője mindkettő szervezetnek én vagyok, bár azért azt hozzáteszem, hogy ezt hosszú távon nem így tervezem, és a közeljövőben ez változni fog. Minden esetre terveink szerint úgy tud majd leghatékonyabban működni az Impulzus is, hogyha továbbra is aktív kapcsolatot fogok fenntartani a TK-val, hisz a TK-nak a célcsoportja
vagyis hogy a doktoranduszok lényegében a később akár az impózus számára is fontos célcsoporttá válhatnak, mint fiatal kutatók. Most beszéljünk arról, hogy mivel foglalkozol jelenleg, illetve mi a hivatásod, mi a munkád. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon, Budapesten dolgozol, mivel foglalkozol jelenleg? Ugye azt már említettem a beszélgetés elején, hogy novembertől a Clio intézet, amely egy történelemkutató intézet, 20. századi történelemkutató intézet Budapesten, Budapest központtal működünk, ott dolgozom, mint történészkutató, és ezen belül pedig a fő kutatási területem az az 1938-at követő visszacsatolódás évei, az első bécsi döntés követő visszacsatolódás és annak az időszaka, illetve annak a következményei az egykori csehszlovákiai magyarságra nézve. Főleg társadalmi vetületeit kutatom ennek a témának, és jelenleg a komáromi járást mérem fel, tehát az első tanulmányom is ehhez kapcsolódott. Tehát regionális szintű megközelítéseket végzek, és most pedig Trianonnal is foglalkozom bizonyos szempontból. Jelenleg ugye a századik évforduló kapcsán is fontosnak ítéljük azt, hogy egy kicsit újra trianonozzunk, bár korábban már foglalkoztam Trianonnal, most újra felelevenítettem ezeket a kutatásaimat, hogyha úgy tetszik, és a legutóbbi cikkemben éppen azzal foglalkozom, hogy a szlovák historiográfia jelenleg hogy viszonyul Trianonhoz, Magyarország felbomlásához, és Csehszlovákia megalakulásához. Térjünk még kicsit vissza ezekhez a tanulmányokhoz, illetve arra szeretnék rákérdezni, hogy ezek a kutatásai, tanulmányaid milyen eredményeket hoznak, illetve mi az, amit tudunk ezekből tanulni, akár nem csak a szakmai közönség, hanem azok is, akik nem foglalkoznak úgy speciálisan a történelemmel. Egy történet számára a legnagyobb kihívás szerintem az, hogy ne csak a történész világ felé tudja közvetíteni azokat a tartalmakat, amelyeket kutatási eredményeivel elér, hanem hogy akár ugye a köz számára is ezeket érthetővé, elérhetővé tegye. Számomra ez a kérdés azért is fontos, mivel szlovákiai magyar vagyok, és az, hogy én a szlovákiai magyarság történetével foglalkozom már évek óta, hiszen a doktori disszertációm is a csehszlovákiai magyarság megszerveződéséből, első éveiből, generációs történetéből írtam. Számomra mindig is azt jelentette, hogy bizonyos szinten ez a közösségünknek a szempontjából is nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjük a történelmünket, hogy ismerjük a múltunkat, és hogy azt úgy tudjuk megismerni, hogy az minél inkább közelítsen a valósághoz, az objektív, tehát a történelmnek az objektív megismeréséhez. Ezáltal ugyanis a mi nemzeti identitásunk, vagy kisebbségi identitásunk is formálódik, hisz a múlt, az emlékezet, a történelem az egy fontos része a nemzeti önképünknek, amit kisebbségi szinten még inkább erősíteni kell. Köszönöm szépen! Most tartanánk kis szünetet, és kérem a kedves testvéreket, hogy maradjanak velünk, hiszen a zene után újból jelentkezünk, és foglalkozunk egy másik, mondhatnánk ilyen érzékeny témával a Trianon 100. évfordulója kapcsán. Milyen jó, hogy itt vagyunk,
egyet mondunk, s egyet gondolunk. Fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő. Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér. Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem érthetem, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Köszöntöm a kedves testvéreket, elsősorban azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják. Vendégem dr. Bajcsi Ildikó, a Mária Rádió önkéntes, akit nem kell külön bemutatnom, hiszen kedves testvérek ismerhetik az ő hangját. És ahogy már a zene előtt is említettem, egy érzékeny, fájdalmas témával fogunk foglalkozni. A következő percekben a Trianonról fogunk beszélni az évforduló kapcsán, és ez rögtön kiderül, hogy ezek a jelzők, hogy fájdalmas vagy érzékeny, ezt hogyan értjük, illetve azzal fogunk talán foglalkozni a következő percekben, hogy attól is sok függ, hogy ki az, aki valójában a történelmi adatokat magyarázva, vagy melyik szemszögből nézzük, de ez most remélem kiderül most a következő beszélgetésből. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, úgy, ahogy Lóránt atya is elmondta, valóban egy nagyon érzékeny témával foglalkozunk, akár történelmi értelmezések szintjén, történelmi interpretációk szintjén. Ugye Trianon az nem csak a magyarság számára fontos, bár a magyarság számára talán a legfontosabb, és ugye történelmi esemény is, ez természetesen összefügg azzal is, hogy igazából a 20. századnak a legnagyobb kulturális traumájáról, történeti traumájáról van szó Magyarország szempontjából. Hogyha Trianonra gondolunk, akkor elsősorban ilyen metaforikus Trianon elképzelések is megjelennek a fejünkben, nem csak a békeszerződésnek az aláírása, és természetesen ennek megvannak a saját történeti okai. Nyilván az, hogy kétharmad részét Magyarország elveszítette ezáltal a szerződés által, illetve az is nagyon fontos, hogy hát nagyon sok magyar került ezáltal más országok fennhatósága alá. A szomszédokhoz csatolt területek lakosainak 30,2%-a ugyanis magyar anyanyelvű volt.
Na most ezáltal, hogy az utódállamoknak a felhatósága alá kerül ennyi ilyen magas számú magyar, mivel ugye elsősorban nem etnikai alapon húzzák meg a határokat, ez azt is jelenti, hogy jelenleg most már nem csak Magyarország számára fontos Trianon, vagy a magyar közgondolkodás, vagy magyar történetírás számára válik fontossá Trianon, hanem akár a cseh, illetve a szlovák történetírás szempontjából. Hát most pontosan ezt próbálnánk kicsit megközelíteni, mert ugye felvidéki beszélgetés címe a műsorunknak, ezért kicsit ilyen felvidéki szemmel fogjuk megközelíteni ezt a témát. Ugye azzal kezdtem a bevezetőt, hogy ez egy fájdalmas és érzékeny történelmi esemény a magyarok számára. Azonban úgy szokott lenni, gondolom, vagy javíts ki, ha nem úgy van, hogyha van egy történelmi esemény, vagy akár egy konfliktus, vagy egy háború, nem mindegy, hogy a történészek melyik oldalról, vagy melyik ország vagy népcsoport oldaláról közelítik meg ezt a tényt, mert nem biztos, hogy valaki ezt fájdalmasnak vagy traumának éli meg. Gondolok itt arra, hogy, és arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan vélekedik a szlovák történet írás erről a történelmi eseményről vagy tényről. Igen, nagyon jó a felvetés, és valóban mindegyik nemzetnek megvan a maga nemzeti kánonja. És ebből kifolyólag megvan a maga sok esetben a maga történelmi igazsága, bár olyan, hogy történelmi igazság, igazságosság, ez nem igazából megfogható. Nagyon érdekes téma, de szerintem ezt hagynánk egy külön, mert ez egy nagyon érdekes, csak szerintem most maradjunk azért a témánál, és ennek majd inkább egy másik adást szentelnék, mert ez is egy nagyon izgalmasnak tűnik, amit most mondtál. Igen, tehát azt gondolom, hogy az helyett, hogy az igazságosság fogalmával fogunk most játszani, úgymond, beszéljünk a történelmi tényekről és a történetírásoknak a jelenlegi álláspontjáról. Ahogy már előbb is említettem, és amelyből kifolyólag te most a legutolsó kérdéseddel rákérdeztél, utaltál rá, valóban a szlovák történetírás nagyon-nagyon sok szempontból máshogy értékeli Trianont, mint ahogy a magyar történetírás. És ez természetes dolog, hiszen a szlovák történelem, a szlovák társadalom számára és a szlovák nemzet számára teljesen mást jelent Trianon. Még mi elsősorban 1920-hoz kötjük ugye a trianoni békeszerződésnek a megkötéséhez ezt az eseményt. Persze rengeteg körülmény van, amelyet hozzá kapcsolunk, mint történészek. Tehát azok a kaotikus események, amelyek a trianoni békeszerződés előtt zajlanak, azokat mind ugye hozzá kapcsoljuk Trianonhoz, és természetesen veszteségként éljük meg ezeket az eseményeket, illetve Trianont magát, természetesen. A szlovák történetírás számára győzelmet jelent, hiszen 1918. október végén megalakul a Csehszlovák Köztársaság. Innentől fogva Trianon számukra legitimációs szempontot jelent, és innentől fogva természetes módon számukra nem a traumát jeleníti meg ez a történelmi esemény, mint a magyarság számára, hanem a nyereséget. És nagyon sokszor egyébként mégis hat rájuk a trauma, ez is nagyon érdekes, tehát akár, hogyha a magyar traumát nézzük, Trianon traumát, a szlovák történetírásra hat ez a trauma, mégpedig úgy, hogy mivel van egy ilyen jelenség, hogy a traumára reagálni kell valamiféleképpen, Trianon visszhangjában automatikusan említi a szlovák történetírás ellennarratívaként a dualista történelmi Magyarországnak a magyar irredenta propaganda által terjesztett, idealizált képével szemben, és a közösség egyfajta védekező, és itt van a kulcs szó, védekező mechanizmusának szerepét, amely azt jelenti ez esetben, hogy mi többet szenvedtünk. Tehát megjelenik a Trianon traumájával szemben a szlovák történetírásban a magyarosítás traumája, az elnyomás traumája. Vagyis... úgy veszik, mint ez egy elégtétel számukra? Mint egy elégtétel, igen, és valamilyen szinten igazolás, önigazolás számukra az, hogy gyakorlatilag
azt gondolják ezáltal, hogy ez számukra valamilyen jogot adott Trianonhoz, vagy ahhoz, hogy akár ahhoz is jogot adott ez az elnyomás, az a több száz éves elnyomás, de a dualizmus időszakában minden esetre biztosan a nézőpontjuk szerint átélt elnyomás ahhoz, hogy később ők ezeket a magyarországi területeket megkapják, akár a magyarokkal együtt. Lehet a traumáról olyan szemszögből is beszélni, hogy ha a magyarok ugye megemlékeznek erről az évfordulóról, akkor ez gondolom ezekben a többi nemzetben ez ilyen kicsit ilyen védekezési mechanizmust indít be, mert esetleg attól tarthatnak, ha sokat beszélnek róla, akkor esetleg valamilyen módon szeretnék visszaszerezni ezeket a területeket. Pontosan erre nagyon jól ráéreztél, Óránt atya. Arról van szó, hogy ugye említettem már az elején a beszélgetésnek, hogyha Trianon, akkor metaforikus értelemben jelenik meg általában ez a Trianon kép. Ugyanúgy valamilyen szinten Trianon a szlovákság számára az egyet jelent sok esetben akár a terület visszacsatolási kívánalmakkal, a revízióval. És ha Trianonról beszélünk, vagy Trianonról emlékezünk, akármi kisebbségi szinten, akkor automatikusan a szlovákságban legtöbb esetben bekapcsol ez. Nyilván ennek van igazság alapja is, hiszen a revízió hozzátartozik Trianonhoz a magyarság szempontjából. Bekapcsolódik az a szlovákság számára, hogy akkor valószínűleg mi vissza akarjuk csatolni a területeket, vissza akarunk térni Magyarországhoz, Szlovákiát itt meg akarjuk szüntetni, ez Szlovákia végét jelenti, és ugye az se sokat segít rajtunk, hogy 1938-ban gyakorlatilag ugye erre volt is példa a revízióra, tehát hogy még ez is ráadásul így rárakódik a történtekre. Tehát hogy annak a lehetősége is újra felvetődik. Esetleg évekkel később a két háború között, illetve utána hogyan vélekedtek a történészek erről az eseményről, illetve tapasztalható-e valami változás tehát a történelmi esemény megítélésében az elmúlt évek vagy évtizedek során? Természetesen tapasztalható változás a történelmi események tükrében. Trianonnak a megítéléséről a szaktörténet íráson belül is. Jelenleg én most a szlovák történetírásról beszélnék, mivel azzal foglalkoztam legutóbb. Minden esetre annyit szeretnénk megjegyezni, hogy a magyar történetíráson belül jóval nagyobb kilengések vannak, és nincs akkora kontinuitása ennek a témának, mint például a szlovák történetíráson belül, illetve sokkal több munka jelenik meg, szaktörténeti munka, mind a mai napig a magyar történetíráson belül, érthető módon valamilyen szinten, mint a szlovák történetíráson belül. Azonban itt is vannak változások, és ezek a változások természetesen hozzáköthetőek egy-egy politikai időszaknak az adott ideológiai elvárásaihoz is. Például a két világháború között nagyon kevés szaktörténeti munka jelenik meg a szlovák történetíráson belül Trianonról. Valamilyen szinten már megjelenik természetes módon, most, hogyha csak olyan történészt említek, mint például Daniel Rapantnak a neve, aki az 1930-as években alkotott ebben a témában, vagy pedig később František Hrušovskijnak a nevét, aki egyébként a II. Világháború alatti szlovák köztársaság udvari történésze is volt egyben, akkor ezek már fontos szaktörténeti írásokat közölnek. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy bár szaktörténeti írásról van szó mindkét esetben, ugyanúgy megjelenik a magyar elnyomásnak a sztereotípiája, ugyanúgy élnek az előítéletekkel, ugyanúgy a nemzeti felszabadulásként interpretálják Csehszlovákia létrejöttét, azzal szemben, és akkor itt most például Bokesnek a nevét is megemlíteném, aki szintén fontos történész volt ebben az időszakban, František Bokes Hrušovskij mellett, hogy ő is elég gyakran érezze a barbár magyarság toposzával, vagy a magyar elnyomás sztereotípiájával. Ez hozzátartozik egyébként a nemzeti történelemnek a megalkotásához, amely nagyon sok gyermekbetegségben szenved akkor még, hiszen a szaktörténet írás
a szlovák szinten sokkal, tehát jóval megkésettebben indul be, mint például a magyar történetírás. Másik dolog az, hogy a cseh és a szlovák történetírásnak a kettéválása is problematikus. Tehát van egy cseh-szlovák orientáció, jó történetírás, már ebben az időszakban, és van egy ludáki vonal. A következő nagy vízválasztó az ugye a pártállami évek, tehát a 48-at követő történetírásnak a beindulása. Itt nyilván az 50-es éveknek megvolt a saját narratívája, saját elvárásrendszere, amelyhez hozzátartozott ugye a társadalmi elnyomásnak az újszerű interpretációja, az imperialista Csehszlovákiának a elítélése, a két világháború közötti elítélése, amely egy nagyon problematikus pontként emelődött ki, illetve nagyon érdekes, hogy ez idő alatt is megmaradtak ezek a nemzeti elnyomás toposzok Magyarországgal szemben. Tehát nem tudta aláásni a pártállami rendszer sem ezeket a nemzeti nacionalista szempontokat, hanem a marxista ideológia mellett ugyanúgy megmaradt és élt, sőt a 60-as években igazából újra született, hiszen akkor ugye a cseh-szlovák nyomás az úgy, tehát Csehországnak ez a centralisztikus szerepe egy kicsit alább hagyott, és ez a ludáki vonal is újra kezdett éledni, és fiatalabb szlovák történetírók is tovább vitték ezt a vonalat ebben az időszakban, és ezzel együtt tovább ért a magyar nemzeti elnyomásnak a toposza akár Trianon szintjén is. A 70-es években születtek meg az első monográfiák, nagy összefoglalók, igazából Csehszlovákia megalakulásának a témájában. Tehát a cseh nyomás megszűnése lényegében egyet jelentett a nemzeti, és most idézőjelben mondom a cseh nyomást, egyet jelentett a nemzeti narratívának a fejlődésével és a nacionalista motivumoknak a megerősödésével. 1976-ban a témában elsőként kiadták az első monografikus feldolgozást, amely már részletesen kitér a Habsburg monarchia szétesésének körülményeire, illetve Magyarország dezintegrációjára. Szerzője Marian Chronsky később 87-ben adja ki az első világháború teljes időszakát, 1918-ig tárgyaló munkáját is. Sajnos nem történik nagy elmozdulás a toposzok szempontjából, illetve a nemzeti elnyomás toposzának a szempontjából, hogyha ezt vesszük figyelembe, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem változik meg a rendszerváltást követően sem. Sőt, a nemzeti narratívák bizonyos szempontból reneszánszukat is élik, de amik megjelennek a szlovák történetírásban összefoglaló kötetek, munkák, azoknak a nagy része sajnos nem tud kilépni ezekből a toposzokból, ezekből a régi elképzelésekből, például abból az elképzelésből, hogy Magyarország megszűnése szükségszerű volt. Tehát egy eleve elrendelt szempontrendszer alapján lényegében kódolva volt a történelmi események folyamában. És ezt kommunikálja továbbra is a történetírásnak sajnos egy komoly része, mind a mai napig, de azért azt hozzátenném, hogy megjelenik az a mára-már közép nemzedék körülbelül a 2000-es évek második felében a szlovák történetírásban, amelyik igyekszik túllépni ezeken a nacionalista szempontokon, tendenciákon, és inkább a multiperspektivitásra törekszik, a több szempontrendszerre, a magyar történetírás szempontrendszerének a beemelésébe is, a saját narratívájában, vagy saját elbeszéléseiben, például Miroslav Michalának a nevét említeném itt meg, vagy pedig Vörös Lászlónak, akik legutóbbi írásaikból már jól kirejlik az, hogy objektív módon egyfajta steril gyakorlatot beemelve a történészi módszerek közé írják Szlovákia, Csehszlovákia megalakulásának, illetve Magyarország felbomlásának a történetét úgy nyúlnak ehhez a témához. Nagyon fontosnak tekintik a munkáikban a társadalom történetnek a kiemelését a politika történettel szemben, illetve az emlékezetet, vagy pedig a művelődés történet, és olyan kötetek jelennek meg, mint például Miroslav Michala és Vörös László közös szerkesztésében 2013-ban megjelent kötet, amelynek az adta az érdekességét, hogy közösen íródik magyar és szlovák történészekkel együtt.
Tehát Trianonról egy ilyen kötet is születik. Érdekes. Ugye azt is említetted korábban, kedves Ildikó, hogy más szemszögből közelítik meg a magyarországi, illetve mi esetünkben a szlovák történészek ezt az eseményt. Azonban van arra is példa, hogy akár a szlovák történetírás reagál arra, hogy hogyan vélekednek erről az eseményről a magyarországi történészek? Igen, van, és azért mindazzal együtt, hogy azért a szlovák történetírás a magyarországival összehasonlítva egy sokkal inkább zártabb világ, sokkal kevesebb a reflexió, mondhatni így, a trianoni témakörben is, mégis azért vannak már viták, van párbeszéd a szlovák és a magyar történetírás között ilyen szinten, és itt most szeretném kiemelni Roman Holecnak 2010-ben, ha jól emlékszem, írott Trianon Rituálék című tanulmányát, amely egy szlovák történetírói vélemény volt a trianoni magyar történetírásról, amelyel én több ponton nem értek egyet, és nagyon sok magyar történész nem értett vele egyet, mivel hogy úgy mutatta be munkájába a magyar történetírást, hogy lényegében, hogyha a Trianont vesszük figyelembe, akkor sajnos nagyon sok történetírónak a munkásságát, akik objektív módon nyúlnak Trianonhoz, azokat is sajnos besorolta a nacionalista szempontú történetírók mellé. Ezzel nagyon sok történészt egybemosott, és egyenesen a hisztéria fogalmával azonosította Trianonnak a történetírói szempontrendszerét Magyarországon belül. Tehát ő azt mondta, hogy létezik Magyarországon belül egy úgynevezett Trianon hisztéria, és hogy ettől lényegében a történetíróknak a teljes, szinte a teljes közössége nem képes megszabadulni. És aztán ennek a cikknek lett a következménye egy 2011-ben létrehívott vita Pozsonyban, ahova meghívtak magyar és szlovák történészeket is, hogy ott a saját nézőpontjaikat bemutassák. Ennek általában az a következménye, hogy kicsit közelednek a szemszögök, vagy inkább mindenki a saját magáját próbálja erőltetni, a saját magán véleményét, vagy a szempontját. Ugye nagyon nehéz közelíteni a nézőpontokat, főleg Trianon kapcsán. Azt lehet tapasztalni ezeknél a párbeszédeknél, vitáknál, hogy nagyon sokszor elbeszélnek egymás mellett a történészek. Tehát mindenki elmondja maga véleményét, vagy a igen. nézetét. Igen, és nem lehet azt mondani sok esetben, hogy most neki vagy a másiknak van igaza. Tehát a szlovák és a magyar történetírásban pont az a probléma, hogy teljesen más jelent sok esetben Trianon. Tehát maga Trianonnak a fogalma, magának a történelmi eseménynek a megítélés, az értékelése teljesen más a szlovák, illetve a magyar történészek sok esetben, tehát a legtöbb történész fejében mást jelent. Az a kérdés, hogy van-e közeledő álláspont? Van. Van közeledő álláspont, de ez egy, sajnos azt kell, hogy mondjam, egy a szlovák történetíráson belül például egy elenyésző része a jelenlegi történész világnak. Tehát elképzelhető, hogy egy 50 év múlva kicsit azért más szemszögből fogják látni a történészek ezt az eseményt is? Igen, én ezt teljes mértékben el tudom képzelni, hogy máshogy fogják látni. Nyilván azért, mert egy csomó idő el fog tenni egyrészt. Tehát a magyar történetírás is sokkal távolságtartóbban tud majd hozzáállni. Valószínűleg objektívebb is lesz. Objektívebben. Persze, ez befolyásolni fogják a következő éveknek a politikai eseményei is, hogy merre halad a világ, de én azt gondolom, hogy általában a traumák kapcsán is minél inkább távolodunk egy bizonyos történelmi eseménytől, annál objektívebben tudunk rálátni, annál kevesebb hatása van ránk nézve. Bizonyára lehetne még sokáig folytatni ezt a beszélgetést, de hát sajnos műsoridőnk véget ért, és most megköszönöm Bajcsi Ildikónak, hogy itt a Felvidéki Mária Rádió stúdiójában ezekről beszéltél a szakmai pályádról, pályafutásodról, Jóisten áldja a szolgálatodat. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a lehetőséget, és köszönöm azt, hogy ezt így elmondhattam. Köszönöm!